Jó estét kívánok, kedves nézők! Itt a háttérben folytatódik térségi sorozatunk. Vendégem ma dr. Cira Szabolcs, Nagykörös polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdi csókolom, én is köszöntöm a nézőket is. Veszélyhelyzet van még mindig, ugyan hétfőtől jönnek az enyhítés, a könnyítések, de attól függetlenül veszélyhelyzet van. Mi a helyzet Nagykörösön? Vannak-e fertőzöttek, karanténban lévők? Tehát Nagykörösön, hála Istennek, betartották a kormánynak az ajánlásait. Nagykörösön külön nem kellett ezzel helyi rendelkezéseket módosítani, hozni, bár mondjuk a piac nyitva tartását módosítottuk, hogy nem 9-től 12-ig, ez igény volt a piacon dolgozók részéről, hogy 10-től 12-ig menjenek a 65 év felettiek. Hála Istennek a járvány igazából elkerült bennünket, napi kapcsolatban voltunk a járványügyi központtal, és tudtuk, hogy hogy alakul Nagykörösön, és ennek alapján úgy éreztük meg, hogy a főleg házi karanténok voltak azért Nagykörösön. Látszik is, most egyre többen jönnek haza külföldről, akik valamikor ott munkát végeztek, vagy végeznek ezután is majd, de úgy gondolják, hogy nem, vagy megszakadt a munkájuk, vagy pedig hát azért elsősorban mindenki úgy szokott lenni, hogy a vendégmunkást alkalmazza újra később, tehát éppen ezért nagyon sokan hazajöttek Nagykörösre, és főleg azok házi karanténban vannak, és ezek 14 nap után szépen egymás után oldódnak fölfele. Hála Istennek, mondom, az intézményvezetők is le a kalappal előttük betartották a rendelkezéseket, tehát ha egyszer azt mondták, hogy az idős otthonoknak be kell zárni, akkor bezártak, a kerítésen keresztül kommunikálhatnak az odalátogatókkal, tehát én azt látom, hogy ahogy eddig is a nagykörösiek össze tudtak fogni ebben a helyzetben, és hát büszke vagyok rá, hogy a város ilyen szépen levezényelte ezt a járványt. Hát természetesen a játszóterek is üresek voltak, de a Cifra kertet se látogatták annyira, mint ahogy korábban tették, de hála Istennek most már átkerülünk a hétfőtől Pest megye is tényleg ilyen vidéki körzetté fog válni, eddig nagyon fővárosiak voltunk, és hát igazából ez könnyebbség lesz, érződik és vágynak az emberek rá, nehéz otthon tartani, és én remélem, hogy a nyár ez így le fog menni. Én bízok abban is, hogy azért ez a vírus, bár ezt nem mondják, és én nem akarok okosabb lenni a tudósoknál, de azért ez a párás levegőben, ami majd ősszel következik, akkor válható a veszély, hogy újra visszajöhet, mert azért a meleg, a nap fertőtlenítő és sterilizáló és csíraölő hatása, ami megvan a napfénynek, azért a környezetben ez azért a távolságot is csökkenteni fogja, és tehát nem él olyan sokáig, meg remélhetőleg ez a vírus sem, bár én ehhez nem nagyon értek, de általában a vírusos betegségeknél ez így szokott lenni. Úgyhogy Nagykörösön én azt gondolom, hogy jó a helyzet, jó a hangulat, összefogtunk, és hallgatva a kormány intézkedéseire mi is betartottuk ezeket az intézkedéseket. A kórházba is kezd visszatérni most már az élet. Éppen beszéltem az igazgatóasszonnyal, tehát az akut rehabilitációt, tehát aki műtétről kikerül, azokat most már folyamatosan veszik föl. Tehát aki vagy sztrókot kapott, és utána már kikerül a kórházi kezelésből, az rehabilitációra szorul, olyanokkal töltődik föl, hiszen itt is kiürítették a kórház nagy részét, és hát az ütemezett, amit évről évre visszajáró rehabilitációra szoruló betegek, ők azok, akik még csúsztatva vannak, de én remélem, ahogy konszolidálódik az országban a helyzet, majd ők is ellátásra fognak szorulni, vagy kerülni. Azért a településeket nagyban érintette gazdaságilag is ez az elmúlt időszak. Én optimista vagyok, megmondom őszintén. Én optimista vagyok, hogy a mezőgazdasági üzemeinknél most is olvashatjuk, hogy egyre több a fölvétel, nem akadtak meg a nagy vállalkozásaink, tehát a Bonduel, az egyik legnagyobb adófizetőnk, teljes gőzzel várja, most már a zöldborsó szezon indul a Crownban a munka, nem esett vissza, tehát a dobozgyártó üzemben, tudom az elektronikai gyártásnál is
ott is hirdetik a fölvételt, tehát nem akadtak meg a nagy cégeink. Hát a szolgáltatásban, de sajnos kevés a szolgáltató Nagykőrösön. Tehát inkább azt sajnálom, hogy nincs több vendéglátóegység, nincs több szolgáltató nálunk, aki főleg a vendéglátás és a turisztika területén dolgozna. Ő náluk az látszik, hogy megakadt, de már jelzik, hogy már jönnek az asztalfoglalások, mert tudják, hogy az élet elsőjétől mind a vendéglátás területén is el fog indulni. Tehát optimisták vagyunk, és én nagyon optimistán várom ezt az évet is. Én nem hiszem, hogy az iparűzési adóban nekünk nagy visszaesésünk lesz. Természetesen tudomásul véve az, hogy mind az önkormányzatoknak is ki kell a szerepet vállalni. Mint egy 65-66 millió forintos nekünk a mi elvonásra kerül a gépjármű adó. Ezt ki tudjuk gazdálkodni, úgyhogy nekünk nincs különösebb gondunk e vonatkozásban. Tehát a költségvetésben nem kell nagy módosítás. Nem, mi folyamatosan ezt soron követjük. Ami veszteség még nekünk e vonatkozásban, hogy a vásárjaink elmaradnak, ami komoly látogatottsággal jár, komoly bevételrel jár, hát majd meglátjuk, hogy mikor tudjuk indítani, figyeljük. Ez a legnagyobb érdeklődéssel vált dolog. Többen kérdezik, hogy na, mikor indulnak a nagykőrösi vásárok. Hát vannak olyan települések, tartották a pécsi vásárt, elmarad a Dunaújváros, tehát Dunaföldvári. Tehát van, aki megtartja, van, aki nem. Félünk attól, hogy nehogy, mert ugye nagyon messziről érkeznek emberek, nehogy valahonnan behurcolják a városba. De óvatosak vagyunk, de várjuk a kezdését a vásárnak is. Számos rendezvény is elmarad, ott is, természetesen Nagykőrösön. Hogyan készülnek az újrakezdésre? Hát ugye már eleve tudjuk azt, hogy augusztus 15-éig nagyobb rendezvényt tartani nem lehet. Egy nagyon sikeres rendezvényeink a Mögyfesztivál, a Szentgyörgynapi forgatag, ez tudtuk, hogy ez ebből nem lesz semmi. És hát augusztus 20-ára készülünk, és augusztus 20-a után fogják nagy valószínűséggel megtartani a nagy érdeklődésre tartó Dobmánia tábort is, mert komoly művészek szoktak Körösre eljönni, és együtt zenélnek az oda ellátogató fiatalok, a Kárpát-medencéből, akár Erdélyből, akár Felvidékről érkező diákok vannak ott, egy 50-60 gyermek szokott a Dobmánia táborba lenni, és úgy tudom, hogy ezt beszéltük meg a szervezővel, hogy mivel ő neki ez június vége lenne, hát arról nincs esély, hogy megtartsa, hanem így átviszi majd augusztus 21-e utánra. Hát az aranynapokra megkészülünk, most már azt gondoljuk, hogy az második hétvége, a szeptember második hétvégéje, azt reméljük, hogy megtartásra kerül. Ez a fajta optimista hangulat jelenti egyébként a települést is? Én azt gondolom, igen. Én azt mondom, az egészségnél nincs nagyobb dolog. Tehát ezt, aki fiatal és úgy gondolja, hogy nem kaphatja el, én nem vagyok biztos abban, hogy aki akár tünetmentesen, akár átesik, az érinti a tüdőszöveteket, érinti a vesélyét, érinti a belső elválasztású szerveket. Azért vigyázzunk ezzel, óvatosak legyünk, inkább mondjunk le pillanatnyi örömökről, vagy szórakozási lehetőségekről, de a betegséget ne kapjuk el. A fene tudja, hogy milyen következményei lesznek még azoknak is, akik ugye úgymond úgy esnek át, hogy talán észre se veszik, vagy kicsit betegszenek meg, mert azért szövetkárosító hatása van ennek a vírusnak. Tudtak-e maszkokat osztani, vagy bármifajta ilyen intézkedéseket hozni? Hát ez is egy nagyon nagy öröm volt. Minden erőltetés nélkül elindultak spontán intézményeinkben. A legtöbb maszkot talán az óvodában gyártották. A dadusok, az óvónénik, amikor kiürültek az óvodák, nem hozták a gyerekeket, akkor azonnal elkezdtek maszkokat gyártani. Elkezdte a művelődési központban dolgozó kis nyugdíjas csoportunk is a maszkgyártását, ezret gyártottak le. Azon kívül civil szervezés is gyártott és osztott maszkokat. Ruhakészítő, ruhajavító, juhászék is, van egy ilyen kis cégünk, amelyik szintén beleállt és elkezdett osztani. Rengetegen önkéntesek, civilek, mindenki elkezdtek osztogatni, és juttattak az orvosoknak, juttattak a
az orvosi ügyeletre, juttattak a kórháznak, a tűzoltóknak, tehát úgy, ahogy az ország több területén megmozdultak. Ugyanúgy, akik a vendéglátásban kiszállítással dolgoztak, ők is az általuk készített élelmiszerrel megvendégelték mind a mentőseket, mind az orvosokat, mind a kórházi dolgozókat, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Látszódott összefogás, és látható volt az összefogás. Így van, mindenféle erőltetés nélkül. Voltak, akik ebből politikai hasznot akartak szerezni, de azon lépjünk túl, a döntő többség tényleg azért akarta másikon segíteni, hogy elkerüljük a nagyobb bajt, és elkerüljük a betegséget. Ez a maszk kérdése érdekes dolog. Egy időben ez komoly téma volt, amikor még kevés maszk, hogy azonnal maszkot tessék adni. Szépen mindenki megkapta időbe, és akit ez megnyugtat, az viselje, és én is azt mondom, hogy használjuk. Én, amikor magam, én is elmegyek vásárolni, én is felrakom a maszkot. Bár én allergiás vagyok, tehát engem egy kicsit zavar a maszk, mert én különböző virágokra, illetve különböző pollenekre érzékeny vagyok, és aznak nem egy egyszerű, de én is használom, hiszen ez elő van írva. Sokan készülnek már arra, hogy nyilván nem nyilvánvalóan, de lehetséges, hogy lesz második hullám, vagy legalábbis erről beszélnek. Számít-e erre, van-e valami fajta terv az önkormányzat részéről arra, hogyha mégsem úgy indul újra az élet, ahogy mi tervezzük? Hát most érdekes, mert ugye vannak számadataink, hogy az óvodába is, hogy akkor mi lesz a gyerekekkel, az emberek, hogyha mennek dolgozni. Egyelőre most még el tudjuk látni az ügyeleti rendszerbe. Tehát 4-5 gyerek van egy-egy csoportban, mind a bölcsődén, mind az óvodánál. De én remélem, hogy visszaáll a régi rend, és hogy miért oldják meg, hogy nincs munkahely, és azért otthon marad a szülő vele, vagy föl van függesztve, vagy szabadságon van, nem tudom, de én nagyon azt gondolom, hogy vissza fog az élet állni, és én is az optimizmusom mellett azért benne van az, hogy az ősz folyamán, ahogy mondtam is, a párás rossz időben egy újabb hullám elindulhat, de én remélem, hogy ezt is megtudta a magyarság, mert ez egy nagy magyarság összefogása volt, hogy hallgattak azokra, és nem azokra, akik ebből tényleg megint csak tőkét akartak, politikai tőkét kovácsolni, mert látszódott, hogy az is folyik az országban, hanem betartották a szabályokat, hogy talán az is egy ilyen alacsonyabb hullámon le fog menni. És én nagyon várom, hogy már észre legyen vakcina, mert az fogja megoldani ezt a helyzetet. Ugye 100 vakcina körül van, amit már próbálnak, és embereken is kipróbálják. Én azt gondolom, hogy fölgyorsítják ennek az engedélyezését, és mi hamarabb lesz. De közben azért folytatjuk a munkánkat, tehát azért nem állt meg az élet, építjük, mi elkezdtük a kerékpárutat építeni, és azért lobbizunk, hogy bekerüljön a jövő évi költségvetésbe a Nagykőrös és a Cegléd közötti kerékpárút, el tudjon készülni, tehát egy ilyen közbeszerzést bonyolítunk le, hogy ez körülbelül mennyibe kerülne, és ennek a költségeit be szeretnénk állítatni az országos költségvetésbe. Segítséget ígért az országgyűlési képviselő Földi László, hogy a stranddal valami történjen, Nagykőrösön van, de nem működik, úgyhogy mi szeretnénk azt működtetni, szeretnénk, hogyha a kormány ezt visszajuttatná hozzánk, mert úgy látjuk, hogy a vállalkozó ezzel nem boldogul, nem felejtettük el az ígéretet, várjuk, és én remélem, hogy ebben az időszakban ezeket az adminisztrációs dolgokat azért le lehet bonyolítani. Azon kívül építünk egy lakótelepen parkolót, visszaállítjuk, mert teljesen tönkrement már, tehát folynak a munkálatok, de hát nagyon reméljük, hogy majd Pest megyében is egyre több pályázat kerül kiírásra, és tudunk majd pályázni, és hát továbbra is azt a fordulatot föl tudjuk venni, ami jellemző volt ránk, hogy a méretünkhöz, erőnkhöz mérten tudjuk a város fejlesztését építeni. És én azt látom, hogy ezt az emberek is, ezt a stílust, ezt a rendszert megszerették, bíznak bennünk, mi is bízunk az emberekben, és ezért tudtuk így megúszni ezt a betegséget, nagykőrösiek. Ugye beruházások, a települések általában leállították azokat a beruházásokat, amelyek nem élet és balesetveszély elhárításáról szólnak. Ezen kívül, amit említett a parkoló, illetve a kerékpárút, van-e valami, amit tudnak folytatni? Hát ezek most fognak indulni, tehát itt a szerződések megkötöttek, ezeket elindítjuk, de hát továbbra is szeretnénk a piac környékének a rendezését, illetve hát
van nekünk ígérvényünk, és nagyon reméljük, hogy nem sokára megjelenik ez a futókör, amit Mánc Egér megépítette, és ez a Cifrakertben egy nagyon jó kis beruházás lenne. Eddig azért nem is hiányzott, mert nem lehetett kocogni, de most már azért hála Istennek jó lenne, hogyha elkészülne. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy egyre más. Tehát vannak terveink nekünk, tehát egy könyvtár felújítására, bővítésére is. Teljes, komplet kész terveink vannak, de hát ez azért komolyabb összeg, ahhoz komolyabb forrást kell nyernünk. Én nagyon remélem, hogy ahogy tervezik most a 441-es utat, tehát Nagykőrös Kecskemét közötti szakasznak a felújítását, hogy az is a tervezése befejeződik, és jövőre reméljük, hogy az is elkezdődik. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy a 44-es út, tehát ezek nem rajtunk függnek, a 44-es út is most már tovább fog jönni, és följön Nagykőrösig, és bekötésre kerül az M8-assal az M5-ösbe, tehát ezek a beruházások várnak ránk, ugyanúgy, hogy mi Pesti útnak hívjuk azt a Lyukashíd alatt menő utat, a 4601-es, 4608-as, annak a tervezése is elkészült, úgyhogy most már csak forrásokat várunk, és reméljük, hogy ezekből is lesz valami. Hát bízunk benne, hogy legközelebb arról fogunk beszélgetni, ezek mind megvalósultak, vagy már folyamatban vannak. Reméljük, és visszaindul a vásár, visszaindul az élet, és hát én remélem, hogy ugyanúgy tovább tudjuk fejleszteni a városunkat, mint eddig tettük. Úgy legyen. Közösen. Jó munkát, sok sikert kívánok. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm az érdeklődést. A nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra.